Az ország egyik legnépszerűbb rockzenekarát éltette a közönség a Kastélytéren péntek este. Az 1989-ben alapított együttes minden albuma 2001 óta legalább aranylemez lett. Mióta hallgatok tankcsapdát? Mióta élek? 20 éve, ja. Olyan 10 éves korom volt a kávé. A frontember Lukács László 50. születésnapját ünneplő fél évszázad turné egy hónapja indult Budapestről, 20-nál is több helyszínnel az országot bejárva kedveznek a rajongóknak, így most a tataiaknak is. Amikor először lettünk volna ezen a fesztiválon, ahogy te is mondtad, 12-ben, akkor valóban elmaradt a buli. Egy évvel később, hál' Istennek tudtuk pótolni, és nagyon vártuk 5 éve elteltével, hogy újra itt legyünk. Értelemszerűen ez egy tervezett turné, nyilván ez a Lukács fél évszázad koncertsorozat, és örülünk annak, hogy sok év után újra itt lehetünk Tatán. Igyekszünk minden nap a lehető legjobbat csinálni, amit ott tudunk. Valamikor jobban sikerül, valamikor talán kevésbé, nem tudom, ezt a közönség dönti el, de mi minden este úgy megyünk fel a színpadra, ahogy Csiri szokta mondani, hogy arra készülünk, hogy éppen meghalunk. Egyébként nálunk tényleg nem úgy működik, hogy kis koncert, nagy koncert, klubkoncert, nagy fesztiválkoncert, kis fesztiválkoncert. Nekünk, hál' Istennek, mind a hármunknak be van az a kapcsoló az agyunkba építve, hogyha a színpad van, akkor ugyanazzal a slunggal megyünk fel. Tehát akkor tényleg igyekszünk a 110%-ot kihozni. Aztán, ahogy Laci is mondta, az vagy összejön, vagy nem. De hál' Istennek tényleg nálunk nincsenek ilyenek, hogy ez ma egy vidéki buli, vagy ez ma egy, mit tudom én, egy klubkoncert, hanem tényleg lehetünk egy 300 fős klubba, vagy egy 40 ezres tömeg előtt, ami itt belül van koncert előtt és közben, az maximálisan ugyanaz. A turnét követő terveikről a zenekartagjai annyit árultak el, jóval több ötletük van, mint amennyit fizikailag megvalósíthatnának, de az biztos, a tankcsapda rajongók jövőre sem fognak unatkozni. Lemi mondta, azt hiszem, ugye ő mondta, hogy ha egy turnénak vége van, az azt jelenti, hogy kezdődik a következő. Ezzel mi elég jól el vagyunk, ezzel a hitvallással. Ráadásul ne felejtsük el, hogy jövőre 30 éves a zenekar, úgyhogy valószínűleg nagyon komoly dolgokkal fogtok találkozni, ami a tankcsapdával kapcsolatos. És jobban fogunk kinézni, mint most. A turné helyszínei közt szeptembertől németországi és holland városok is szerepelnek.